Az egynapos tréning célja, hogy fejleszte a résztvevők kommunikációs és előadói készségét. A két legtehetségesebb fiatal lehetőséget kap a TEDx Budapest 2013. november 23-ai konferenciáján arra, hogy bemutathassa saját láthatatlan történetét, amely ezáltal mások számára is láthatóvá válik. A mai nap programját úgy raktuk össze, hogy megpróbáltuk három szekcióra bontani. Első körben ismerkedünk egymással, és megpróbáljuk őket a kötetlen témavezetés felé elindítani. Nagyon sokszínűek, nagyon tetszik, hogy van fiatalabb, 17 éves, és vannak olyanok, akik most végzik az egyetemet. Bekapcsolódott hozzánk Bombera Krisztina. Ő elmesélte azt, hogy televíziós szemmel, médiás személyiségként mit lát, hogyan kell egy jó előadást tartani. Felkészítjük őket, és adunk tanácsokat, hogy mit érdemes csinálni, és mit nem érdemes csinálni. Utána a mindent előtt kérdés, hogy vajon ki lesz az a most jelenlévők közül az a két fiatal, aki majd a TEDxiuson részt vehet. A kiválasztást elsősorban a tartalom alapján fogjuk ma ezen a kommunikációs tréningen elvégezni, hiszen végül is egy nap kevés arra, hogy megismerjünk egy embert. Másodszorban érdekes az, hogy hogyan viszonyul a saját témájához, hogyan tudja megfogni ennek a lényegét, a mondani valója mennyire világos számára, vagy mennyire tud kinyílni. A mai rendezvényen számomra talán a legfontosabb dolog a gyakorlatiasság volt. Ki kellett állnunk és háromszor előadni, tehát gyakorlatilag ugyanazt. Órákon belül érezhettük saját magunkon a fejlődést. Amiben a legtöbbet fejlődtem, hogy egy problémát úgy máshogy értékelják. Úgy jöttem ide, hogy én majd valamilyen tudományos kis előadást fogok tartani, és ehelyett teljesen mást kaptam. Rá kellett jönnöm arra, hogy úgy kell a saját témámat értékelnem, hogy az emberileg számomra mit jelent, és személyessé kell tennem, mert különben száraz lesz. A következő hetekben Dezsővel rengeteget kell majd készülnünk. 3 lépést mondtak, amit meg kell jegyeznünk ahhoz, hogy jó előadók lehessünk. Az egyik az, hogy legyen meg a tartalmi mondani való, tehát az üzenet. A másik, legyen meg az érzelmi kötődésed. A harmadik lépés pedig már az előadás lesz, hogy hogyan add elő magad. Ezt fogják nekünk egy olyan 2 hónap alatt megtanítani, úgyhogy sűrű lesz, úgy érzem, és ennyi.